köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hamarosan folytatódik a beruházás. Szekszárdot nem éri kár az épülő úszoda miatt a térség országgyűlési képviselője szerint. Sűrűsödnek a balesetek Tolna megyében, újabb halálos áldozata van a Várdom-Szekszárdi útszakasznak. Ellopták a gyerekek barackját, egész évben ették volna az édes gyümölcsöt a kicsik, most nagy bajban vannak. Nyáron is ott segítünk, ahol tudunk, nagybeteg kisfiú álmát váltott a valóra stábunk. Sikerült megoldani, hogy Szekszárd ne bukjon pénzt az épülő úszoda kapcsán, és a kivitelezés hamarosan folytatódhasson. Ezt mondja Horváth István, a térség országgyűlési képviselője. A beruházást az állam veszi át, és új céggel köt szerződést. A létesítmény így jövő nyárra elkészülhet. Már ősszel új közbeszerzést írhatnak ki a szekszárdi úszoda építésére. Azt viszont már az állam intézi majd, miután átvette a beruházást. Ezt mondja a térség országgyűlési képviselője. Horváth István úgy véli, ha a Szekszárd egy oldalon állt volna el a korábbi szerződéstől, akkor az egy hosszú perre adhatott volna alapot, tovább nyújtva a 2018-ban indult építkezést. Város érdekében ez a lehető legjobb döntés volt az úszoda beruházással kapcsolatosan. Mai nap csütörtök polgármester úr, illetve az intézmény, sportlétesítmény vezetője, a kivitelező aláírták a közös megjegyzéssel való megszüntetést. Horváth István arról is beszélt stábunknak, olyan megoldás született, amivel Szekszárd egyetlen forinttól sem esik el, amiatt, hogy az önkormányzat és a sportközpont közös megegyezéssel mondta fel a szerződést, azután, hogy az állami BMSK leigazolta az eddig teljesített munkát. A maximális ködbért kell fizetnie a kivitelezőnek a késői teljesítését, ezért a városnak át fog utalni 134 millió forintot, tehát a ködbér kifizetés és az úszodával kapcsolatosan megvan. Az úszoda beruházásra közel 3 milliárd forintot adott az állam, további 600 milliót pedig TAO támogatásból biztosított volna Szekszárd. Most a még meglevő pénzzel az önkormányzat elszámol, vagyis visszautalja azt. Ezt követően már ősszel kiírhatják az új kivitelezői közbeszerzést, így minden adott ahhoz, hogy jövő év nyarára elkészüljön a szekszárdi úszoda. Spanyolországban bujkált az a bogyiszonyi nő, aki kábítószerterjesztő hálózatot működtetett több megyében is. A rendőrök nemzetközi együttműködés keretében fogták el kedden egy bérelt házban az Erba folyó partján, másnap már haza is szállították Magyarországra. Az asszonyt tavaly 8 év börtönbüntetésre ítélte a szekszárdi törvényszék, ő viszont nem vonult be, hanem megszökött. Most biztosan megkezdi letölteni a kiszabott büntetést. Halálos motorbaleset történt Várdomnál. A kétkerekű sofőrje egy kis teherautónak csapódott, a helyszínen meghalt. Hogy pontosan mi miatt történt a tragédia, azt a már folyamatban levő vizsgálat tisztázza majd. Tíz illegális migráns bújt el egy embercsempész kis teherautójában. A bűnözőket az M9-es úton fogták el a rendőrök. A külföldiek szír állampolgárnak vallották magukat, azonban személyazonosságukat, illetve magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták. A hatásértőket meghallgatásukat követően a hatályos magyar jogszabályok szerint visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempész akár 8 év börtönbüntetést is kaphat. Itt a sofőr defektes kerék gyorshajtás. Csak néhány ok, amik az elmúlt napokban baleseteket okoztak Tolna megyei útjain. Az egyik legsúlyosabb Várdom térségében történt szerda délután, ott halálos áldozata is volt az ütközésnek. Az elmúlt napokban több súlyos kimenetelű baleset is történt Tolna megye útjain. Az egyik Paks térségében volt, a 6-os számú főúton egy ittas sofőr vesztette el uralmát az autója felett, felborult, és közben másik két gépjárművet is összetört. Várdom térségében két nap alatt két súlyos baleset is történt. Egy 18 éves várajai fiatalember Bátaszék irányába közlekedett a településen, és ismeretlen körülmények között átért a menet irány szerinti baloldalra, ahol a vele szembe közlekedő 26 éves bátaszéki férfi autójának csapódott. A terepjáró, amely a balesetben részesfélként vett részt, felborult, míg az okozójármű egy árokba hajtott. Másnap szintén a kora délutáni órákban a Várdomb és Szekszárd közötti út azon szakaszán, ahol tavaly egy 18 éves lány vesztette életét, most egy 27 éves férfi halt meg.
kis teherautó vezetője egy földes útról kívánt az 56-os számú főútra Szekszárd irányába kanyarodni, és ismeretlen körülmények között összeütközött az 56-os számú főúton Szekszárd irányából Várdomb irányába közlekedő motorkerékpárral. A motoros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ütközést követően lerepült a motorjáról, és egy árokba csapódott. A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy tartsák be a sebességkorlátozást, és a nyári melegben fokozott óvatossággal és figyelemmel közlekedjenek, hogy mindenki hazaérhessen. Gyerekektől loptak el közel egymás a barackot valakik Dunakömlődön. A tolvajok a kicsik iskolájának fáját dizsmálták meg. Az intézményben komoly múltja van annak, hogy az édes gyümölcsből lekvárt főznek, amit aztán egész évben esznek. A mostani eset miatt viszont segítséget kérnek, mert a korábbi hagyomány megtartására esélyük sincs. Egyetlen sárga barack sincs a több évtizede bőségesen termőfán. A már beérett gyümölcsöt valakik ugyanis ellopták néhány napja. Pedig abból a helyi iskolába járó gyerekek főztek volna lekvárt a tanáraikkal, ugyanúgy, mint ahogy tették eddig minden évben. 70-80 kiló az a minimum, de hát én nem értek hozzá, hogy őszinte legyek. A kollégám azt mondta, hogy szerinte 100 fölött is lehet. Tehát jó termés volt idén. És itt készítjük majd a lekvárt, remélhetőleg. A dunakömlődi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy természetközeli módon neveljék a hozzájuk járó gyerekeket. Ezért is okoz nekik nagy gondot, hogy ellopták az egész évben gondozott fájukról a barackot. Segítséget ugyan azóta már kaptak, de az csak a korábbi mennyiség kis részét fedezi. Az egyik szülő jelezte, hogy ő most talált valakit, aki viszonylag jó áron tud nekünk barackot eladni, úgyhogy így fogjuk megoldani, hogy jó áron fogunk egy 20-30 kiló barackot vásárolni, hogy legyen mit eltennünk. Dunakömlődön minden barack felajánlásnak örülnének, hogy a korábbi években megszokott mennyiségű lekvárt főzhessenek a gyerekeknek. Úgy tudjuk, egyébként az eset miatt rendőrségi feljelentés is született. Júniusban ismét rekordot döntött a fogyasztói árak emelkedése. Pénzügyi szakértők 11,5%-os drágulást valószínűsítenek, a legfrissebb adatokat pénteken közli a KSH. Ami ennél is borúsabb képet mutat, hogy nem csak a havi, hanem az éves várakozások is feljebb tolódtak májushoz képest. Az elemzők idén átlagosan 11, jövőre pedig 7,7%-os drágulást jósolnak. Akár 600 forintba is kerülhet 1 kiló görögdinnye, ha nem a főszezonban vásároljuk. Ez nagyjából 40%-os áremelkedés jelent a tavalyihoz képest. A sárga dinnye és a mézdinnye is nagy népszerűségnek örvend. Már szabadföldi termesztésű hazai görögdinnyét is lehet kapni a piaci árusoknál. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint az idei évben bőséges hozam várható, bár a tavalyihoz képest körülbelül 700 hektárral kevesebb területen termelnek a gazdák görögdinnyét. 400 és 600 forintba kerül a gyümölcs kilója. A főszezonban sem számíthatunk jelentős csökkenésre, a tavalyi 130 forintos kiskereskedelmi árhoz képest 30-40%-os drágulás várható. A vásárlók többsége azonban ragaszkodik a már bevált megszokott ízekhez. Hát az édesség, meg látszik milyen gyönyörűség ez a dinnye. Olyan finom illata van, hogy fantasztikus. Én tavaly is itt vettem, és nagyon finom volt mindig. A jótékony hatásai miatt is kedvelik az emberek ezt a gyümölcsöt. Ez egy az, hogy tele van vitaminnal, pótolja a vizet, ami nagyon fontos szerintem, meg én imádom a dinnyét. A dinnye a szőlő, ez az én kedvencem. Szinte az egész ország területén termesztenek már görögdinnyét, hiszen Magyarország klímája kedvező számára. Nem feltétlenül kell egészet vásárolnunk, a legtöbb árusnál már van lehetőség lékelésre vagy feldaraboltatásra is. Inkább a nagyobbakat viszi, meg sokan viszik egészben is. Meggyes egyházáról hozzuk őket, tehát tényleg mézédes, úgyhogy szeretik az emberek a görögdinnyét. Ez már magyar, úgyhogy mindenki viszi tőlünk, sokan. A legkiválóbb érett dinnyék ismertető jele az édeskés illat, és az, hogy megkocogtatás után mélyen kongó, jellegzetes hangot ad. Az Európai Parlament elutasította az úgynevezett taxonómia rendelet kiegészítése elleni indítványt, mely megakadályozta volna, hogy a gáz- és atomenergia ágazatok bizonyos tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek, ezzel mindkét energiahordozó biztonságos és tiszta energiaforrás minősítést élvezhet.
Az Európai Bizottság javaslata szerint a gáz és atomenergia ágazatok magánberuházásainak szerepük van a zöld átállásban, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Átmeneti jelleggel adott feltételek és átláthatósági követelmények mellett ezért megengedi, hogy az iparág egyes tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek. Ha nem emelnek kifogást a bizottság javaslata ellen, akkor a taxonómiáról szóló szabályozás 2023. január 1-től lép életbe. Egy beteg kisfiú álmát váltotta valóra stábunk. Ács Ricsi oxigénhiányos állapotban született, 15 évvel ezelőtt orvosok küzdöttek azért, hogy életben tartsák. Egyik vágya teljesült azzal, hogy kameránk elé állhatott és beszámolhatott róla, milyen úton halad a gyógyulás folyamatában. Ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Rendőrségi helyszínelő buszba ülhetett be még 2 éve, 2019 nyarán a várdombi Ács Ricsi. A nagybeteg fiúnak akkor régi álma vált valóra. Egyenruhások érkeztek a családja házához, hogy megmutassák neki az általuk használt járműveket. Ezek pedig már a mostani felvételek. Ricsi most fejlesztő táborban van, és az állapota halassan is, de javul. Napi 2 alkalommal vesz részt speciális, izomerősítő gyakorlati foglalkozásokon, egyszer pedig lovaglásra van lehetősége. A fiú egyébként jó tanuló az iskolában, szeret olvasni és zenét hallgatni is. Vannak sikereim az életben, például az iskola, na hát nagyon, nagyon büszke vagyok magamra mindig is, példás magatartás, meg példás szorgalom jellemzött. 4 darab 4-esem van, a többi 5-ös. A szabad idejében mindig valami kreatív dologgal foglalja el magát. Legutóbb benevezett egy meseíró pályázatra is, melyen kiemelkedő eredményt ért el. Janikovszki Éva országos meseíró pályázaton, hát országos második helyezést értem el a Múlt nyomában című írományommal. Egyébként erre is büszke vagyok amúgy. Az intenzív terápiás táborban Ricsihez hasonló fiatalok vannak. A szervezők a támogatói felajánlásoknak köszönhetően a gyermekek és családok részvételi díját is igyekeznek lecsökkenteni. Az idei 11 fiatalból 10 már visszatérő vendégnek számítanak. Igyekszünk közbeszínes programokat szervezni nekik, hogy ne az otthoni megszokott steril körülmények közötti fejlesztéseket kapjanak. Kicsit együtt lehessenek, egymást motiválják, jól érezzék ők is magukat, és megtapasztalhassák azt, hogy milyen egy ilyen táboros élmény az ő életükben is. Ricsi egyik nagy álma már teljesült azzal, hogy szerepelhetett a tévében. Imád a kamera előtt állni, ezért azt mondta, további terveit egy következő forgatás alkalmával szeretné megosztani a nézőkkel. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Segítenek, ha baj van, folyamatosan dolgoznak az életmentők a Balatonnál. Grúz és magyar kapcsolatok, turisztikai és borászati szakemberek látogattak Baranya megyébe. Bemuzsikálták a tábort, névzenétől volt hangos a Somogy megyei parád. Július 1-ével megkezdte 16. szezonját a Magyar Vöröskereszt Balatoni elsősegélynyújtó szolgálata. Az önkéntes fiatalok a Balatonszárszói táborban készülnek fel az egyhetes munkavégzésre. A fiatalok közül sokan már évek óta visszajárnak, a hangulat, a csapat és a segíteni akarás a fő szempont mindenkinél. Én 10 éve foglalkozom a Vöröskereszttel, 6. korom óta az elsősegélynyújtással, tehát ez már kiskorom óta így az életem szerves része, és engem örömmel tölt el, hogyha tudok valakinek segíteni, és szerintem ez engem egy nagyon feldob, hogyha tudok az embereknek segíteni, hogyha oda jönnek hozzám, és bizalommal fordulnak hozzám, illetve a közösség még, ami engem mindig itt tart, és évek óta visszajövök emiatt. Az idén 13 balatonparti település 19 strandján teljesítenek szolgálatot a 14-30 év közötti fiatalok. A teljes szezon alatt körülbelül 300-350 önkéntes vesz részt a programban. Alapvető elsősegélynyújtó tudással érkeznek ide a Balaton partjára, és ami most jelen pillanatban itt a háttérben is zajlik, ez a felkészítő nap, hogyha úgy tetszik. Itt már az a lényeg, hogy kifejezetten a strandi szituációkra készítjük fel őket, akár az újraélesztésre, akár különböző vérzéseknek, sebzéseknek az ellátására, amik ugye speciálisak itt a Balaton partján fordulhatnak elő. Nem biztos, hogy máshogy találkoztak kajdóvágással, mondjuk teszem azt, de itt a Balaton partján azért valljuk be őszintén egy-egy szolgálati napon, akár napi szinten is találkozhatnak vele,
kifejezetten foglalkozunk az úgynevezett belgyógyászati sérülésekkel, belgyógyászati esetekkel, inkább így mondanám, mint napszúrás, hőguta, mi történik, ha megcsíp egy rovar, és hogy mi az az allergiás reakció, amikor már érdemes mentőt hívni, vagy szükséges mentőt hívni, vagy elég egy kálciumot adni esetleg, és egy kis nyugtatás, egy kis úgy tetszik, pszichés vezetés szükséges, és ezekre a szituációkra készítjük fel őket itt a felkészítő napon. A fiatalok úgy látják, hogy a munkájuk fontos eleme az empátia, a határozottság és a nyugalom, amelyre szükség van egy sérült ellátása során. Mindenkivel meg lehet találni a közös hangot, meg egy ilyen esetben meg is kell találni a közös hangot, ez rajtunk múlik sok esetben. Hát együtt kell működni a sérültekkel, ennyi az egész, mindenkivel máshogy, van akivel kicsit határozottabban, van akivel kedvesebben, igazából ez helyzetfüggő, meg attól is függ, hogy milyen súlyos a sérülése nyilván, hogyha nagyon súlyos, akkor abban a pillanatban nagyon tud pánikolni, nagyon fáj neki, minden problémája van, viszont azt is lehet kezelni. Az önkéntesek szerdán már a második turnust kezdik meg a Balatonnál. Az idén is az ország minden pontjáról érkeztek fiatalok, hogy segítséget nyújtsanak a strandokon, ha baj van. Grúz vállalkozások képviselői látogattak Baranya megyébe a helyi iparkamara meghívására. A vendégek a Kárászi Pálinka főzőüzemben jártak, ahol a gyümölcspárlatok készítésével ismerkedhettek meg. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi együttműködés keretében fogadta a turisztikában, borászatban dolgozó szakembereket. Érkeznek a grúziai, vagy ma már hivatalosan georgiai vendégek Kárászra. Itt egy pálinka főzdében várták őket, hogy bemutassák az üzem működését, termékeit. Olyan idegenforgalmi és borászati vállalkozások képviselői ők, akik szeretnék megismerni a magyar, illetve a baranyai vállalkozások működését a szakterületükön. Lehetőséget kapjanak megismerni a másik országnak az adott szektorban, így a turisztikában és a borászatban megtalálható jelenlegi, a legmodernebb különböző technológiákban, és milyen kis vállalkozások vannak, akik ezeken a területeken dolgoznak az adott területen. Ezért is a most érkezett georgiai delegáció keretében 8 vállalkozás érkezett, 4 borászati, családi vállalkozás, illetve 4 vállalkozás, aki alapvetően turizmus területén utazásszervezés, hotelmenedzsment és borturizmus területén tevékenykedik. Több vállalkozást is bemutatnak nekik. Illetve el fogunk látogatni egy baranyai borászathoz is, és lehetőségük lesz a baranyai cégeknek is megkóstolni a georgiai borokat, hiszen az es egyik része lesz egy georgiai borkóstoló. Kárászon azonban a magyar gyümölcspárlatokat kóstolhatták a delegáció tagjai. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi együttműködés keretében fogadta a georgiai vendégeket. Népzenétől volt hangos a Somogy megyei Karád. Már 31. alkalommal rendeztek zenei tábort a településen. A programra határon innen és túlról is érkeztek résztvevők. Molnár Károly 830 kilométert utazott Brassóból, hogy részese legyen a karádi métatábornak. Nagyon hangulatos. Tehát nekem az, hogy egyszerre van, vagy meg se tudom számolni hány hegedűs, meg bőgősből is egy csomó, meg brácsás. Hát nálunk Brassóba egy szál brácsást alig lehet összeszedni. Hegedűst is, hogyha már ötön vannak, akkor az már nagyon sok hú, az rengeteg. Úgyhogy itten megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az, hogy csapatosan együtt dolgozni, meg együtt tanulni, meg fejlődni. A harmonikásoknál 9 muzsikálnak a táborban. Mindig megvan, hogy a prímások mit tanulnak, és ahhoz igazítom mindig a tematikámat, de mindig megvan az alap, és mindig megvan az, hogy honnan indulunk, mindenkivel mindenki átnézzük az alapokat, és amikor megvan, kiderül, hogy ki mit tud, akkor szépen differenciálom őket, és simán 3 csapatra is tudom őket bontani, és mindig mindenkinek van feladata. Az iskola épületében több csoportban is zenélnek, és nem csak az órákon, hanem szabadidejükben is gyakorolnak a táborozók. Zsófia 8 év klasszikus hegedű után 1 éve váltott népi hegedűre. Először táborozik Karádon, ahova a legjobb barátaival érkezett. Van kihez hozzácsapódni, és igaz, hogy itt mindenki nagyon-nagyon befogadó,
de azért mégis jó, hogy van egy stabil pont. Egy héten át táboroznak a métások Karádon. Énekesek, néptáncosok, hegedűsök, brácsások, bőgősök, harmonikások, fúvósok és cimbalmosok is tanulnak, és örömzenélnek a programon, amelyen idén közel 320-an vesznek részt. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Hamarosan folytatódik a beruházás. Szekszárdot nem érik ár az épülő úszoda miatt a térség országgyűlési képviselője szerint. Sűrűsödnek a balesetek Tolna megyében. Újabb halálos áldozata van a Várdom-Szekszárdi útszakasznak. Ellopták a gyerekek barackját. Egész évben ették volna az édes gyümölcsöt a kicsik, most nagy bajban vannak. Nyáron is ott segítünk, ahol tudunk. Nagybeteg kisfiú álmát váltott a valóra stávunk. Pénteken változóan napos, de erősen szeles, mérsékelten meleg, kissé hűvös időre számíthatunk. Elvétve lehet futózápor, mérsékelten kellemesen meleg lesz a levegő hőmérséklete. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!